Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt az egynapos zen, a szép, aranyatérő, esős májusi napon. Az egynapos zennek a vége felé közeledünk. Éppen szemtani lehettek egy kis tanástalanságnak, amint a kamerát hol, milyen gombokat kell megnyomni, vagy hogy kell bekapcsolni a kamerát. De ugyanilyen fontos, hogy tudjuk, hogy milyen gombokat nyomunk meg egy gépezeten, és vajon kinyomja meg azt a gombot, amikor bennünk működik valami. Egyáltalán nem mindegy az, hogy a saját működési leírásunkat legalább úgy megpróbáltuk elolvasni, megpróbáltuk-e megtudni, hogy mi is az, ami működik bennünk, mi az, ami megnyom bizonyos gombokat, és hogyha ki akarjuk azokat a gombokat mondjuk iktatni, akkor ezt minél kevesebb kárral meg tudjuk-e tenni. És hát igen, a lényeg az bölcsész hozzáállással, az enyém is egy ilyen bölcsész hozzáállás, hogy ha működik, akkor oké. De a működés mögött sokszor nagyon sok energia pocsékolás lehet, nagyon sok hatékony talanság lehet, nagyon sok olyasmi is lehet, amit nem látunk át. És itt az egynapos alatt legalább elkezdtünk egy olyan praxist, ami által ez a rálátás ez megtörténhet. Legalábbis, hogyha gyakoroljuk. Az, hogy aztán elérjük a bölcsek kövét, vagy az aranyjá válást, vagy a májusi esőhöz hasonlatosan megteremtjük azokat a feltételeket, amiből egyszer csak gyümölcs, egyszer csak virág, egyszer csak termés lesz, az tulajdonképpen jelen pillanatban nekünk nem a tisztünk eldönteni, jelen pillanatban azt a tisztünk eldönteni, hogy ezt a pillanatot, ezt tisztán tartsuk, és ebben a pillanatban elvégezzük azt a gyakorlatot, amiért idejöttünk. És hát a paradoxonok ugye, hogy a múlt és a jelen és a jövő ugye itt találkozik ebben a pillanatban, ezt tudjuk is, meg nem is tudjuk, azt is tudjuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő az ebből a pillanatból tulajdonképpen ki is teljesedik valamelyest. Tehát mondjuk, hogy csak ez a pillanat van, de közben érezzük, hogy ebben a pillanatban benne van az összes többi is. És ebben a pillanatban benne van az, ahonnan ez a pillanat jött, és az, ahova ez a pillanat tart. És ez a mostanában nagyon már divat kezdeni, hogy légy jelen. Hát hol lehetnél? Hát jelen vagy. Csak annak a jelen pillanatnak bármilyen pontszerű, pillanatszerű, mégis van valami dimenziója. Mégis van valami iránya, mégis van valami illata, valami zamata, valami tartalma. És ez a nem mindegy, hogy ennek a jelen pillanatnak ez a töltése, ez milyen. Mert ezekből a pici töltésekből, ezekből a pici dolgokból épül fel egyrészt a mi életünk, másrészt pedig az összes többi dolog, amit életnek nevezünk. Tehát tulajdonképpen élet van és kész. És az életben tudjuk, hogy minden mulandó, minden változik, semmi sem tökéletes. Következésképpen azt is mondhatjuk, hogy minden jó úgy, ahogy van. Következésképpen mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen minden tökéletes. És amikor elkezdjük ezeket a dualitásokat így forgatni, hogy múlt, jelen, jövő nincs, tökéletesség, tökéletlenség egy, ezeket a középre hozott egyéválásokat, ezeket akkor tudjuk ilyen kognitív deficit nélkül elviselni, hogyha a hangsúlyt azt inkább a tapasztalásra tesszük, ahelyett, hogy beszélnénk róla, és ahelyett, hogy gondolkodnánk róla. Mert sokféle
szakma és életrendbéli ember van itt, de biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott már azzal a jelenséggel, hogyha valamibe, valamilyen tevékenységben hosszabban, kitartóan energiát teszünk, akkor az a jelenség, az a gyakorlat, az mindig változik. Bármi legyen az, egyre jobban kinyílnak abban a tevékenységben a dimenziók, általában nem tudunk a végére érni semminek, és minél többet, minél jobban elmérdünk valamiben, egyrészt annál természetesebb kezd lenni, másrészt pedig a természetességet annál nehezebb közvetíteni. Tehát amikor művészeket nézünk, és látjuk, hogy egy mozdulatban benne van a minden, na de az a mozdulatig hogyan jutott el? Mennyi felesleges mozdulatot kellett meghaladjon addig, amíg mondjuk egy pici gesztussal már annyi energiát, annyi összpontosítást és annyi könnyedséget tud beletenni ugyanakkor, amivel legalább egy picit meg tudja sejtetni a környezettel azt, ami van. Mert a tér az soha nem hazudik. És minél erősebb a térben valami, annál inkább érzékeli mindenki, aki benne van ebben a térben. És ezért is nagyon fontos többek között a közös gyakorlat, mert itt nem, semmi más nem teszünk, mint hogy erősítjük a teret. Erősítjük és tisztítjuk a saját terünket, és azáltal a közös teret is. És mivel a templom arra lett kitalálva, hogy itt ezt együtt tudjuk csinálni, hogy elérjük a tiszta térszerű, tükörszerű tudatot, ami azt tükrözi, ami van, nem azt, amit rávetítünk. Ez a térszerű, tükörszerűség, ez itt egy picit megvillan talán bennünk. És ezt folyamatosan tisztítjuk, dolgozunk rajta, és tulajdonképpen ennyi a feladat. Hogy ez a tér, amit egyébként beletartozik a testünk, beletartozik a gondolkodásunk, beletartoznak az érzelmeink, beletartozik az egész családunk, beletartozik az egész múltunk és jövőnk, beletartozik az egész nemzetünk, beletartozik az egész emberiség, beletartozik az egész bolygó, stb. És ez mind... itt találkozik. Mit kezdünk ezzel? Innentől, ha ezt már picit is meglátjuk, már nem tudjuk visszalátni. És ha már ezt picit is megláttuk, innentől tudjuk, hogy nem tudunk semmit. És ez a nem tudó, de tapasztaló, együttérző magatartás, ez segíthet nekünk is kevesebbet szenvedni, és a környezetünknek következésképpen a világnak is kevesebbet szenvedni. Ehhez tettétek most az első lépéseket meg ezen az egynapos zengyakorlaton, remélhetőleg nem az utolsókat. Ha bárkinek bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, szívesen fogadom a kérdéseket. És sokaknak lehet, hogy ez volt az első találkozás az ennel, vagy legalábbis itt a templom keretei között. Én téged kérdeznélek, hogy neked milyen volt az első találkozás, és hogy maradtál itt köztünk? Saját gyakorlatomról azért ózkodok általában beszélni, mert az téged félrevezethet. Tehát én valamiféleképpen eljöttem, de valamiféleképpen itt is maradtam, és valamiféleképpen úgy érzem a mai napig, hogy érdemes ezt csinálni. De mindenki másképp jön ide. Mindenkinek más az útja, ami elhozza ide, hogy valamit itt meg lehet látni, meg lehet tapasztalni, le lehet tisztítani.
És ennek pontosan az a része, hogy az előfeltételezéseket, a hiedelmeket, az azonosulásokat lehetőleg minél kevésbé vegyük figyelembe. Ezzel megint önmagam ellen beszélek ebben a pillanatban, mert hogy minek dumálok akkor én itt bármiről is, hát igyekszem segíteni. De a személyes történetek általában, ugye minden személyes történet visszajut ide. 10 000 kérdés visszatér az egybe, hogy mi ez. És a személyes történetekben az a csodálatos, amikor egyszer csak itt megjelenik 30 ember, vagy 20 ember, vagy 100 ember, teljesen különböző személyes háttértörténettel, hogy rájövünk, hogy alapvetően ugyanaz a történetünk. Tehát nincs személyes történetünk. Abban a pillanatban, amikor nagyon személyessé szeretnénk tenni a történetünket, abban a pillanatban kezdünk egy picit jobban szenvedni. A szenvedésnek a mértéke általában az önvaló és az önkép közti surlódásból adódik, és a gyakorlat sikeressége vagy sikertelensége az csupán azon múlik, hogy beleteszed-e az energiát és hogy csinálod-e. Hogyha elkezded csekkolgatni, hogy jól meg rosszul csinálom, hogy én akarok megvilágosítani, én akarok azt, általában előbb vagy utóbb jön valami figyelmeztetés a térből, hogy ez az én, ez talán egy picit vesse alá magát annak a igazi önvalónak, a nagy énnek. Tehát ez a nagyon hosszú válaszom, hogy hogyan kerültem én ide. Egyébként pedig egy volt barátnőm posztolta a videót, és én megláttam, jaj, de jó, ráadásul Budapesten van, akkor még ott éltem, elmentem a gyakorlatra, minden héten volt gyakorlat, akkoriban még kétszer, és éreztem, hogy hát ez meg a hideg zuhany életmentő tud lenni tudatilag, és mind a kettőt megtartottam az életemben. Bármi egyéb kérdés? Nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy ezt a békés nyugvó tudatot, amit sikerül mondjuk elérni egy énekléssel, vagy egy meditációs gyakorlattal, azt nagyon gyorsan el tudom veszteni, amint kilépek a dharmaterem ajtaján. És nem könnyű emlékeztetni magamat, hogy ezt a fajta középpontot mindig, minden pillanatban, hogy hozom vissza. Nyilván nekem könnyebb dolgom van, mert itt a templomban azért van elég sok figyelmeztető, meg emlékeztető eszköz, jel, gyakorlat, életmód erre. De van esetleg olyan tippet, trükköd, bármi olyan, ami a mindennapokban tud bennünket jobban emlékeztetni arra, hogy ne felejtsük el, hogy mit is akarunk, vagy mit keresünk, vagy miben szeretnénk lenni. Mit akarsz? Ez nem elég. Akkor mit akarsz? Az elmének mindig vannak trükkökre, valóban vannak. Trükkökre van szüksége, ez például a szürke ruha, ez is egy trükk. Ez az aranyló Buddha, ez is egy trükk. Ez, hogy ütünk, ez is egy trükk. Ezekre a trükkökre azért van szükség, mert az ember alapvetően formafüggő. Nem tudunk elvonatkoztatni a formától. Mondják, hogy nem forma, a forma valóban üresség, az üresség valóban forma, ez benne van a Szívszútrában, amit ma éppen nem énekeltünk. Tehát, hogy jó, az üresség forma, üresség, jó van, de mégis, na, azért mondd már el, hogy mi van.
De nem elmondható, tapasztalható. Jó, jó, de hogyan tapasztalható? De nincs benne semmi trükk. Jó, de mégis mi ebben a semmi trükkben a trükk? Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Jó, jó, de ezt honnan tudom? Állandóan bele akarunk kapaszkodni valamiben, ami abszolút, ami általános. Állandóan szeretnénk valamit, valami ilyen prospektust, ami minden pillanatban van rá garancia, mindig működik, de hát kérem szépen ilyen nincsen. Ami biztos az, hogy pillanatról pillanatra figyelni lehet. És ha már itt elkezdtél figyelni, és ugye a figyelem az olyan, mint a fény, hogy minél jobban összeszed, annál jobban látszik alatta, hogy mi van. És amennyiben a figyelmedet a gyakorlat által valamelyest már megtanultad irányítani, abban a pillanatban már mondjuk a hétköznapokban is ezt a figyelmet ugyanúgy tudod irányítani, mert nem azonosulsz feltétlenül azzal az érzelmi töltettel, gondolati világgal, ami nagyon hajlamos egyébként a hétköznapjaikat irányítani. Amikor valaki felidegesít, és akkor hazamegyünk, és összetörjük a tévét, vagy megverjük a gyerekeket, vagy ilyesmi, mert akármilyen abszurdan hangzik, van ilyen. És nem veszük észre, hogy az, ami mi vagyunk, és az, ami idegesít, az nem ugyanaz. Tehát nem tudunk teret tenni a reakcióink és magunk közé. Ezt nevezzük téves azonosulásnak, téves nézetnek. És hogyha ezt a teret, ezt valamelyest itt sikerült itt megnövelni, itt aránylag, igen, itt aránylag sterülök a körülmények, aránylag kevés az olyan krízis helyzet, ami egyébként máshol egy picit talán valószínűbb. Itt is vannak krízisek, csak mások, egy picit más. Ugye a harcművészetekben is az van, hogy nem szabad, addig ne jussunk el, hogy már fizikailag ütköznie kelljen a világgal. Tehát tudatilag a jó harcművész az, aki már akkor megérzi, amikor 100 méterre van, és akkor el tudja dönteni, hogy akkor most belemenjen ebbe, vagy ne menjen bele ebbe. Ugye, hogyha a intuíció nem működik, akkor utána a látás, hogy azt látod-e, ami van, ezt is csiszoljuk, és látás alatt ugye tulajdonképpen érzékelést értünk. A látás, abban bízunk a legjobban, hiszem, ha látom. Ezért mondjuk, hogy látsz, meg látsz dolgokat. De ugye, főleg, ahogy az ember mondjuk eltöltött néhány évtizedet ezen a világon, már úgy mondjuk ránézésre sokszor egy szituációban egy emberen lát dolgokat, hogy ha ez ilyen, akkor ez meg olyan. Ez picit veszélyes, mert lehet ugye előítélet is belőle, de lehet egy tapasztalaton alapuló ismeret is, valamiféle érzékelés. És ezeket a dolgokat, hogy a hétköznapokban nem kell trükközni, hogy ezek működjenek. Egyszerűen a mikro és a makrokozmosz annyira összefügg tapasztalatom szerint, hogyha te itt, akár teljesen izolálva, legalábbis szerinted teljesen izolálva végzed a gyakorlatot, akkor ott kün, ami nincs ott kün, ott is dolgok úgy fognak történni, hogy összefüggnek valamelyest a gyakorlatoddal, segítik vagy nem segítik a gyakorlatot. De ez már megint csak filozófia, mert tulajdonképpen minden összefügg. És mihelyst ebbe bele tudunk nyugodni egy kicsit, hogy igen, az egy, a kettő, az kettő, és a három, az három, abban a pillanatban egy csomó fölösleges stresszt leveszünk a vállunkról. Azaz, ha éhesek vagyunk, akkor csak eszünk, ha szomjasak vagyunk, akkor csak iszunk, ha valaki éhes, akkor azt
látjuk és enni adunk neki, ha valaki szomjas, akkor azt is látjuk és inni adunk neki, és nem foglalkozunk teljesen fölöslegesen olyan a halomnyi problémákkal, ami a jelen pillanat működését zavarja. És a jelen pillanat működése pedig az pillanatról pillanatra változik, de ugyanúgy kell figyelni a templomban is, mint a hétköznapokban. Tehát nincs semmiféle trükk, csak feltöltötten kell tartani az aksikat, az a tantient, hogy megfelelően tud felismerni a szituációt, a teret, megfelelően tud kapcsolatot teremteni, és megfelelően tudj működni, beszélni, cselekedni, gondolkodni. Köszönöm szépen. Mik azok a kérdések, amiket soha nem tesznek fel neked, de úgy néha eszedbe jut, hogy feltehetnék? Fogalmam sincs. Tényleg. Nekem ez volt a kérdésem. Ez a Petőfi Sándornak a verse, hogy mikor megy az édesanyjához, hogy és közben, vagyis miként fogom szólítani, rég nem látott anyám, és erre is hajlamosak vagyunk, hogy mindig telerakjuk olyan hipotézisekkel a jelenünket, amik talán megtörténhetnek a jövőben. És most visszatérve a kérdésedre, erről igyekszem leszoktatni magam, hogy mondjuk lehetőleg konzerv kérdéseket, vagy konzerv válaszokat, mondjuk óhatatlanul ismétlem magam, mert mit lehetne tenni mást, de nem tudok neked most olyan kérdést mondani, hogy feltennék, ha valaki megkérdi, hogy szeretnéd, hogyha nagyon sok pénzért kiadnám a lemezedet, akkor lehet, hogy ezt mondom, igen, miről van szó. De ezt a kérdést nem teszik fel. Viccet félretéve, nem tudom, tényleg nem tudom. Lepj meg. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor egyszerűen minden kötél szakad, káosz van, elveszük a fonalat, baj van. És akkor van az, hogy le kéne már nyugodni egy kicsit, hogy magunkhoz térjünk egyrészt, és hogy lássuk úgy a dolgokat, ahogy azok vannak. De egyszerűen nem megy. És akkor hát elővesszük ezt a technikát, de hát nem tudunk rá koncentrálni. Volna ilyen javaslat, hogy érdemes lenne egy fütykösbe szerezni, vagy ez csak a mestereknek jár? A fütykös az a fejed fölött lebeg. No, túl sok gondolkodás. Mondok. Akkor nem mondok több. Nyugodjál már meg! Jó. Ezt szokták mondani, ugye, hogy belecsúszunk. Ha nem megy, akkor lehetőleg ne ketaminhoz, meg ilyesmikhez folyamodjunk. Azért gyakorolunk, hogy ez az összeszedettség ez maradjon meg a káoszban is. Hát ugye a kungfusok az első években például csak lovaglőülést gyakorolnak azért, hogy a súlypontjuk legyen stabil, hogy tudjanak megállni a lábukon. Itt mi az zenben tudatilag próbálunk megállni a lábunkon, tehát azért fókuszálunk a tantienre, mert ez tud olyan stabilitást adni, amit nehezebb kibillantani, pontosan ilyesmékkel, amiket mondtál, hogy jön a káosz, jön az űrzavar, ugye, de mennyire erős a középpontod. Ez olyan, mint a hajónak, hogy mennyire erős a tőkéje. És ehhez nem fütykösök kellenek. Nem az kell, hogy mindenki, hogy állandóan kérd mástól ezt a dolgot, mert ezt az ütést, hogyha nem gyakorolsz, akkor az élet fogja megadni neked. Sokkal fájdalmasabban, hosszabban gyógyulóan. A gyakorlat egy picit olyan, mint picit bepörgeti a dolgokat. Tehát olyan, mint egy ilyen kicsi fast forward. Főleg, mikor így eljössz egy ilyen elvonulásra.
És azért jó ilyenkor egy picikét nem törődni se a saját digitális környezetünkkel, de nem csak a digitálissal, hanem hogy lehetőleg minél kevesebb nem funkcionális kommunikáció folyjon a környezetünkkel egyébként is, mert itt ebben a környezetben intenzív gyakorlat közben picit fokozottabban sérülékeny a tudat. Pontosan azért, mert picit kinyílik és így tisztul. Azért mozdulunk rá annyira könnyen így, mit tudom, két nap gyakorlás után mindenféle ízre, mindenféle illatra, mindenféle idomra, mindenféle tetre, amit a többiek cselekszenek. Nagyon pillanatok alatt fel tudunk háborodni, okosak tudunk lenni, hálát is tudunk érezni egy pillanat alatt, de ezeknek a mozgása, ez, hogy hála, harag, szeretet, szerelem, biztonság, ezeket azért vagyunk, mert hirtelen ezek így jönnek, mennek, kicsit szabadabban, mert ezt a páncélt levettük. És a páncélt levettük, hogy ez szükséges egy picit, ezt a páncélt, mert gyorsabban gyógyul a seb, ugye, hogyha picit jobban éri a levegő. De aztán, amikor visszamegyünk a hétköznapokba, akkor ez a center lehetőleg már tudjunk olyan támpont, annyira támaszkodni tudatilag rá, hogy oké, hogy ez a dolog megtörténik, de mi nem azonosulunk vele. Tehát nem szippant be egy szituáció annyira. És ha nem szippant be annyira, akkor jobban látjuk. Valószínűbb, hogy azt látjuk a térben a különböző szögeket, ahogy ez az egyébként sokszor végzetesnek tűnő szituáció, legyen az szerelem, vagy éppen anyagi csőd, ezt kezelni tudjuk. Mert hogy nem azonosulunk sem a testtel, sem a gondolattal, sem az érzelemmel, hanem valamit e mögött keresünk, ami ezt az egészet teremti. És azt a felelősséget, ami a mi kezünkben van, mert semmi nem véletlenül. Tehát van átlátott karma, és van nem átlátott karma. Az átlátott karmát azt tudjuk használni a döntésünk szerint, a nem átlátott karma az pedig minket használ. Így is úgy is le fog futni, de ugye nem mindegy, hogy egy kézigránátot egy biztonságos bunkerbe robbantunk el, vagy éppen egy piasztéren véletlenül felrobban, mert nem tudtunk róla. Tehát ez a különbség. Tehát visszatérve, a trükk az, hogy ne várd meg, amíg ütnek téged. Inkább annélkül lásd azt, ami van, halld azt, ami van, és erősítsd meg annyira a centeredet, hogy ezt meg is tud tartani kicsit erősebb szituációkban. És akkor nem kellenek fütykösök, hogy a szenvedés által haladj előre, hanem a gyakorlat által tudsz előre haladni. Kérdés. Talán a legnagyobb szenvedést az okozza, hogy rájövök arra, hogy nem tudok semmit. És ebben mi a szenvedés? Hát ez egy bizonyos feladással is jár, hogy egyszerűen ezt fel kell adni. Ez csak akkor azonosulsz a agybéli tevékenységeid és a gondolataiddal. Uh-huh. A nem tudom és a tudom egyszerre működik. Tehát amikor például beszélünk, azért szavanként legtöbbször nem tudjuk, hogy az a szó honnan jön. Valamikor megtanultuk, tudtuk, de amikor megtanultuk, akkor se tudjuk, hogy tanultuk meg. Ez a nem tudom, ez nagyon riasztó a nyugati ember számára, mert azonosítja egy kicsit az ilyen lebecsmérlő, kissé fogyatékos, debil üzemmóddal, és ettől félünk, mert ezzel azonosítottuk magunkat, valamiért úgy gondoljuk, hogy az információ tömeg, ismeret anyag, az által leszünk mi valakik. És akkor jön a versike, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. És akkor így főleg nyugodt, hogy mi van? De nem kell túlságosan sokat, még csak gondolkodni se azon, hogy a nem tudom
felüssi a fejét. Hát ez a bot, ez miért? Mi az, hogy bot? Azt mondom, hogy bot. Mi ez? Nem tudom. Azért mondom rá, hogy bot, mert nem tudom. Azért nevezünk el, azért kategorizálunk dolgokat, mert mögötte ott van a nem tudom. Tehát nem fél, a nem tudom az egy borzasztóan lehetőség. A nem tudom az a teremtés előtti mozzanat, de dinamikus. Tehát mozdulatlan, egyszerre mozdulatlan és dinamikus. Ugye Arisztotelésznél volt a mozdulatlan mozgató. Csak mi annyira logika függőek vagyunk, hogy a paradoxonoknál így kezdünk megőrülni. Tehát olyankor az is a te választásod, hogy ezektől most rosszul érzed magad, vagy ezektől nem érzed rosszul magad. Mi az, ami rosszul érzi magát, amikor azt mondod, hogy nem tudom? Mi az, ami ezt eldönti? Ez a fontosabbik, és nem az, hogy tudod, vagy nem tudod. Hát valószínűleg az, hogy nem valószínűleg. Nincs valószínűleg. Jó. Ez van. Az, nem hipotézisekben az... menekülünk, nem teóriákban menekülünk, nem gondolatokban menekülünk. Pontosan ezeket vágjuk el ezzel. Hogy akkor használjuk őket, akkor használjuk a gondolkodást, mikor szükség van rá, és amikor nincs szükség rá, akkor szépen visszatérünk a jelen pillanatba, és kész. És ne telítsük túl magunkat, és ne akarjuk benzinnel eloltani a tüzet. Elengedésről van szó. Nincs elengedés. Nincs elengedés. Nincs elengedés. Te nem tudsz elengedni semmit. Ha el akarsz engedni valamit, akkor már is nem tudod elengedni. Azért, mert akarod. Egy utad van, hogy meghalad azt az önmagad, amit önmagadnak hittél. Addig. És akkor egy nagyobb térben, de az már nem te vagy. De te ki vagy? Már el is engedted. Ja, ki vagyok én. Honnan tudhatjuk, hogy nincsenek már a tudat küszöb alatt dinoszauruszok? Honnan tudhatjuk, hogy ott vannak? Nem tudom. Norbi, szereted a meséket, szereted a dinoszauruszokat, mint archetípusok ezek, hogy oké, működnek, de te csak nyugodtan fenyed a fűkaszának azért, mert nagyon jó, és nagyon köszönöm, hogy megfented, mert nagyon, nagyon jól működött az ilyen bozótba. Nem találtam dinoszauruszokat, néhányszor megakadt a fűkasza, amitől megijedtem, mert hogy nagyon erős volt a gépezet. Dinoszauruszok azok is csak ilyen mesék, amik irányba próbálnak tenni. Ugyanúgy a gyerekeket, mint téged. Ugye a mesék az mire valók a mesék? Hátad mögött ül Ildikó, aki erről valószínűleg többet tudna mondani, mint én. De a mesék azok összeszednek egy csomó, még nagyon-nagyon finom archetípust, amik... óhatatlan is ott működnek már a gyermekben, mint kis emberben. Én emlékszem, hogy most, hogy személyes ezeket mondjak, csak azokat a meséket olvastam először el, ami úgy kezdődött, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nekem ezek voltak az igazi mesék. Ami nem így kezdődött, azokat átlapoztam. Aztán ugye egy idő után ezeknek a meséknek vége lett, akkor kezdtem. De ez az egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy, ez a hosszas, sőt, meg tetézik, hogy az üveghegyen is egy sántal rasszadt, az óperenciák tenger is túl, ahol a kurta farkú malasz túl, még az üveghegyen is egy sántal rasszadt túl, volt egyszer egy. Tehát annyira átteszik egy teljesen más tudattérbe ezt az egészet, hogy még csak véletlenül se azonosulj vele közvetlenül, ugyanakkor pedig ez az üveghegy, ez egy ilyen biztonságot jelent, hogy tulajdonképpen ez is te vagy, de mégse te vagy.
És ezért van, hogy nem értek egyet azzal, hogy gyerekeknek ne olvassuk ezeket a jó sárkányölős régi népmeséket, mert hogy ezek az archetipusok bizony benne vannak a gyerekben. És nem pátyolgatni kell ezeket, hanem ezeket fényre kell deríteni inkább. És te ugye dinoszauruszokat emlegettél, a fehér ló fiában pedig nyakig gázolnak a vérben, de mindennek van valamiféle ilyen archetipikus értelmezése, ami csak a tied, de azért archetipus, mert valahol egy közös tő, egy közös energetika benne van ezekben a mesékben, ami által te rá tudsz a saját működésedre is látni valamelyest. De ne feledjük el, hogy ez még mindig forma. Igaz, hogy az üveghegyen, a sántarasszal már túl van, de ezek is még mindig forma, ugye a szavak is még mindig forma. És amikor te szépen csak megfened azt a fűkaszát, és odafigyelsz arra, hogy pontan legyen az éle, amilyennek te szeretnéd, és semmi más gondolat nincs a fejedben, akkor éppen nincsenek dinoszauruszok. Tehát amikor fűkaszát fensz, akkor fűkaszát fenj. És akkor nem kell tudnod róla, hogy vannak-e vagy nincsenek. Hogyha már szóba hoztad őket, akkor már ott vannak. A mai nap gyakoroltuk az egyik meditációs technikát, ez a tér- és hangrezdülésének figyelése. Miért nem elég, hogy csak azt mondjuk, hogy hangfigyelés? Mi az a térfigyelés? Elég. Mi az a hang? Honnan jön a hang? Tüdőmből? Számból? Tudatomból? Hogy jut el hozzád a hang? Mi jut el hozzád? Sosem elég az embernek a fogalmi, formai meghatározás, mert mindig újabb és újabb kapaszkodókat akar. Egyébként nem volna szükség erre a kapaszkodóra se. Tehát igazad van, elég lenne csak, hogy csak figyeljük a hangokat. Ülsz, figyel a hangokat, és kész, de a mindenhonnan jövő hangokat. És a hangok aránylag konkrétak, egy darabig legalábbis. Aztán egyre finomabb hangokat hallasz, hogyha nagyon nagy a csend, akkor akár a saját szívdobogásodat is hallod. És azért tesszük mellé a teret, mert az a hang eleve, mint ahogy a zene is, azaz az összekötő, ugye. Mondtam egy olyat, hogy a lélegzet az az összekötés az anyag és a nem anyag között, de a kettő között talán ott van még a zene, a hang, a rezgés, ami szintén kicsit van is, meg kicsit nincs is, mint az okos leánynak az ajándéka. És ezért, ha a hang mellé oda tesszük azt, hogy tér és hangfigyelés, akkor egy picit ez a finom összpontosítás, amire figyelünk, ami pontosan, hogy finomítja az érzékelésünket, mert összeszedi a figyelmünket, és hogyha a hang mellett a teret is figyeljük, amit egyiket sem tudjuk egyébként, hogy mi az, de a tér az talán egy picit még finomít egyet a dolgon. És persze így dumálok mindenfélét, de mi az a tér? Arról sem tudom elmondani, hogy mi az. De a tér, ugye a tér nem hazudik, megtérülünk, teremtünk, terem, az én terem, a te tered, az én, az ének. Tehát a térbe, mikor felismerjük azt, hogy minden, amit levőnek érzünk, az tulajdonképpen csak egy valamiféle kinevezett dolog a térben, innentől fogva a tér nagyon
értékes terminussá válik, ha nem ragaszkod, nem ragadunk nagyon bele. És egy picit, talán egy picit finomabb kommunikációt is tud ezáltal biztosítani, és finomabban tudja az együttérzést is közvetíteni. De már olyan sokat beszéltem a térről, hogy a tér már terhes lett egy picit ezektől a szavaktól, és most már kezd ilyen csirizes lenni az egész, mert túl sokat tettem bele a magyarázatból. Úgyhogy kicsit tisztítsuk ki. Na, mi van? Egy másik kérdés. Hogyha az egyik technikát megkérdeztem, akkor megkérdezném a másikat is. A nagy kérdést, a mi ez. Azt mondjuk, hogy vágj el minden gondolatot, és eléred a felébredést. Maga a kérdés, hogy mi ez. Én ezt nem mondtam. Ezt most én mondom. Az a te bajod. Vagy nem. Hogy maga a kérdés, hogy mi ez, az nem egy gondolat, és akkor gondolattal vágunk el gondolatokat? Te erről mit gondolsz? Igen. Igen? De mi is marad egy gondolat, hogy mi ez? Ennyi nem elég. Szalad a kutya a csont után. Egyéb kérdés? Miért nem teszünk többet azért, hogy több emberhez eljusson a zen? Mivel ez egy autonóm praxis, a zen, nagyon... Valószínűleg sosem lesz tömeges, sosem fogják tömegesen ezt gyakorolni, bár adja Isten, vagy a zen, vagy a tér, vagy valami adja, hogy ugye ne a saját bőrükön kelljen érezzék az emberek azt, hogy kénytelenek valamiféle ilyen gyakorlathoz folyamodni ahhoz, hogy kikalapálják az életüket. És igen, amikor elkezded érezni a gyakorlat által, hogy ez igenis érvényes, és akkor ilyen kérdéseket felteszel magad, és hogy miért nem kezdtem én ezt el hamarabb? Hogy nem találkoztam én korábban? És hát a zen az tipikusan olyan, hogy ugye eleve van az átadási vonal, tehát ez nagyon-nagyon szerencsés, hogy tényleg bodhidharmától elvileg van egy átadási vonal, ami frankó, és attól függetlenül, hogy különböző zenmesterek különböző féleképpen tanítottak, a lényeg az ugyanaz maradt. De mi az a lényeg, ugye? Tehát ahhoz, hogy meghalljuk egymást, ahhoz kell valamiféle kommunikációs rezonancia, interface. Már azt érezzük, hogy már a videókban, vagy amikor a Covid alatt Zoom dharma beszédek voltak, már ott érződött, hogy így 90%-a elmegy annak, ami egyébként jelen van egy személyes gyakorlat terében. És másrészt meg embereket nem lehet arra ösztökélni, hogy csináljanak valamit. Abban a pillanatban, hogy rád szól valaki, hogy te már pedig csináld ezt, abban a pillanatban te elindulsz másik felé. Hogyha azt mondod, hogy ne csináld ezt, akkor meg elindulsz arra felé. Tehát van egy ilyen furcsa viszonyunk a dualitás felé, hogy az ellenállás fele megyünk. Ugye a születésünk is úgy történik meg, hogy egy ellenállás fele megyünk. És a marketing pedig, hát az általában ugye
inkább egy ilyen reaktív illúziót szeretne arról közvetíteni, amit el szeretne adni. Most nem megyek bele, hogy van-e értéke annak az eladottának, vagy nem, de hogyha nagyon-nagyon elkezdesz valamit, ugye amikor Hanvas Béla mondta, hogy abban a pillanatban ugrott meg a népesség szaporulat a Földön, mihelyest elfogadták a nullát, mint számot. És ezt azt mondta, hogy az érték devalválódásnak nevezte ő ezt, tehát ugye a számokhoz már nem tapadnak értékek. És akkor a mennyiség egyszer csak elkezdi átvenni a minőségnek a szerepét. És ez a kettő már főleg ez az ipari meg technikai centrikus környezetben, tehát ilyen technokrata környezetben, amiben élünk, ezt már nagyon, nagyon nehezen tudjuk lassan kezelni, vagy szétválasztani. Azt, hogy tényleg mi az, amit tényleg oda kéne tenni az emberek elé, mert hát ez jó, de hát te nem mondhatod meg, ne hozz létre, azt mondjuk, hogy ne hozz létre jót és rosszat, akkor milyen jogon lőjük ki ugye az emberek 10 millióinak a látó és halló terébe azt, hogy már pedig a zen jó, meg miért hinnéd el eleve? Tehát hogy jöttél te ide? Úgy, hogy valamiféle személyes, talán a videón keresztül, valamiféle személyesen úgy érezted, hogy ez neked most éppen beszél. És ez a személyes rezgés interfész, ez nagy tömegeknél azért elég nehéz, de ha létrejön, akkor pedig elég veszélyes, mert hát láttuk, hogy Hitlernek is nagyon erős volt a marketingje, és jó. Csak hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen az irány. És ezt az irányt így nagyobb tömegeknél azért nehezebb kontrollálni. Most ez jutott eszembe, hogy miért nem. Egyébként pedig, hogyha egyetlen egy embernek te ösztökélést nyújtasz arra, hogy a saját életvezetésed által, hogy gyakorolja ezt, akkor az úgy tud szépen, mint olyan parabola antenna, tehát ilyen telefonos adótoron tud működni. És ezt egyébként ugye, ezt így belegondoltam, hogy észrevettem, hogy a vallásos gószpontok úgy alakulnak ki, hogy a középről az a bizonyos, nagyon erősen sugárzó, jelenlevő ember, mester, most például Jézus mondjuk kihúzod a képből, akkor ott marad egy olyan hatalmas vákum, mert mindenki, aki körülötte volt, az annyira természetesnek érezte azt az energiát, amit ő mondott, és úgy próbálta átadni, hogy valahogy értsék meg az emberek. Eleve elvetette azt, hogy írástudóknak mondja a hirdesse az igét, mert az írástudók már eleve túl gondolták volna valószínűleg. Tehát halászok, pénzváltók, stb. Egyszerű embereknek, egyszerű allegóriákkal, egyszerű módon próbált valamit átadni, ami miután ő eltűnt, csak nem ment át. De nem akarok most ezzel most a kereszténység vagy bárféle hasonlításba folyni. Csak ez van, hogyha középen van egy nagyon erős valami, akkor nagyon, nagyon természetesnek veszed körül egy tűz körül a meleget. És hogyha eltűnik középről, akkor hirtelen elkezdenek az emberek kapkodni, hogy akkor most mi is van, elkezdenek magyarázkodni, elkezdenek hipotéziseket alkotni, és ezért nagyon veszélyes, hogy egy hirtelen, hogy nagy tömegeket megmozgatsz, mert a nagy tömegeket csak úgy tudod megmozgatni, hogy nem mélyítik el a gyakorlat által ezt a tapasztalatot, és ha kimegy alóluk a szőnyeg, ami mondjuk egy ilyen erős személyiségű tanító például, akkor gyakran egymás torkának esnek, mert nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Tehát inkább csinálj csak kicsibe, de lépésről lépésre, pillanatról pillanatra, és érjük el egyenként mi a felébredést, és segítsünk minden érző lénynek.
elérni a felébredést.